ügyintézés a Hódmezővásárhelyi Városházán a hivatali dolgozók személyes adatokhoz is hozzáférnek, ezért szigorúan védik a hálózatot. Az önkormányzat informatikai rendszerét viszont az elmúlt másfél évben háromszor is megtámadták, legutóbb tavaly nyáron. Jelszavakat, személyes adatokat próbáltak ellopni. Az ügyben a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálódott, majd tett feljelentést. Az eredményről tegnap este számolt be Facebook videóban a polgármester. Kaptunk egy érdekes hivatalos tájékoztatást az ügyészségtől, amiben egy önkormányzatunkat ért hekertámadás kapcsán Rabcsák András neve szerepel egy vádem, ügyészségi vádemelés kapcsán. Rabcsák András a néhai kdmp s polgármester Rabcsák András fia, a Városházának is informatikai támogatást nyújtó önkormányzati vagyonkezelő céget vezette 2019. október 24-ig. Míg Lázár János polgármestersége alatt került a céghez, vezető az azóta elhunyt szintén Fideszes Almás István idején lett. A vádirat szerint 2018. október elején felmondta az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződést és visszaadta az üzemeltetéshez korábban átvett jelszavakat. Akkor már az ellenzéki összefogás előttje, Márkiszai Péter vezette a várost. 2019. júniusában viszont újra több alkalommal belépett a megbízó szerverére. Erről most az új informatikai vezető beszélt stábunknak. Volt egy olyan kapcsolata, amivel direktbe direkt be a rendszerekhez. Amit a szerződés szerint már le kellett volna bontani, az ügyészség szerint az egykori cégvezetőgépéről hozták létre azt a szervet, amivel az önkormányzati dolgozókat gyakorlatilag le lehetett hallgatni. Virtuális gépben lehallgató szoftverek voltak telepítve, például egy K-in és Ábel nevű csoda, valamint egy olyan hálózat monitorozó eszköz, amivel a hálózati információkat lehet összegyűjteni. És a vádirat szerint figyelték a billentyűzetet is, vagyis jelszavakat, hozzáféréseket próbáltak megszerezni, de időben lekapcsolták a tolvajgépet. Az adatokkal állami rendszerekhez lehetett volna hozzáférni. A Magyar Államkincstárnak a rendszereihez akkor a, a nyilvántartásokhoz, tehát a lakcím nyilvántartáshoz, gépjármű nyilvántartáshoz, Rapcsák András azt írta az RTL híradónak, hogy mivel a belépés valóban a vagyonkezelő jelszavával történt, a teljes felelősséget vállalja. Azt is írta, szerinte ez a hivatal hibája is, mert ő állítása szerint hiába kért a városházán, a jelszavakon nem változtattak. Állítja, nem értek ára a várost, szerinte, idézem, a polgármester a valódi helyett még mindig inkább mások besározásával próbálja fenntartani a lankadó politikai érdeklődést maga körül.